egy rendezett, csendes, nyugodt település a Pilis-Alpári homokhátság északi határán, Újhartyán. Bár én itt korábban csak átutazóban jártam, úgyhogy magamtól nem biztos, hogy mindent megtalálnék, de nem baj, mert itt van velem Kollár Klemensz Laci, aki most segíteni fog, hogy ne tévedjek itt el. Megmutatod a várost? Megmutatok mindent, és nem város, hanem falu, mert most a falu központ előtt állunk. Hát lássuk ezt a falu központtal rendelkező kisvárost, amit Laci úgy ismer akárcsak a saját tenyerét. Itt laknak a tusákék, itt volt a tánciskola, valahol itt volt egy pékség is. Még emlékszem, hogy amikor minden hajnalban 4-5 óra körül erre tekertem, mert mentem horgászni, akkor sütötték a kenyeret, meg a zsemléket, és megálltam és kaptam zsemlét, és az annyira finom volt ez a friss, ott hajnalban ez a friss zsemle. Itt volt egy ilyen presszó nevű hely, ez most már ez egy új dolog. Ide jártunk fagyizni. Akkor ez a templom, és ez a templom kertje itt a régi családok sírjai. Nagyon sok kaldenekker él Újhartyánban, és az én őseim is kaldenekkerek voltak. Mi minden hétvégén itt voltunk a misén, ünnepekkor aztán pláne, és akkor a közvetlen a templom mellett megvan a parókia. Ez mint rossz gyerekek, így pont ott a ház szélénél, az első ablaknál az volt a időnként a viccünk, hogy ott beköpogunk a paphoz, és akkor azzal, hogy mi vagyunk az ördög, és aztán elszaladtunk. Ez a kultúrház, illetve a kultúrház környéke. Gyerekként is minden kedden este itt volt a mozi. Jött egy kocsi, hozott egy nagy tekercs filmet, és azt befűzték, és mi meg egy tejfölös kenyérrel a kezünkbe beültünk. Minden hétvégén itt volt a lakodalom, és ha nem voltunk hivatalosak, akkor is ide jöttünk, mert az is program volt, mindig kaptunk rántott csirkét. Az első diszkót a 80-as évek végén a újhartyáni barátaimmal, azt itt kezdtük el. A család központi helye a Szép utcai Kaldenekker ház volt. Az a kis ajtó, a gangnak az ajtaja, az még a Hanzi bácsi alatt épülhetett, az én dédnagyapám alatt. Úgyhogy ez volt maga a Kaldenekker ház, ahol a öreg banda igazán a legaktívabb életét élte. Itt próbált a zenekar, itt iskolázott, ahogy ők mondták. Deák Ferenc utca 17, ez az én nagyszüleimnek a háza. Hát ez így nézett ki még akkor is, tehát ezt azóta nem újította föl senki. Pontosan emlékszem a nagykapu hangjára. Amikor begurultam biciklin, akkor és becsaptam magam mögött az ajtót, akkor milyen hangja volt. Ez az az árok, ahol rengeteget ültünk, és itt játszottunk, kártyáztunk. Tehát minden este itt volt a bandázás valahogy itt a ház sarkánál. Ha az ember kötődni tud az árkokhoz, hát én tudok kötődni nagyon. Igazán mi ide szerettünk kijönni, és akkor itt ide hoztuk a lopott dinnyét, meg ide hoztuk, szóval a lányokat. Tudod, mi az érdekes, hogy én ezt gyerekkorom óta nézem ezt a fát, és mindig ugyanakkorának látom. De gyönyörű, nem? Igen. Mintha csak egy mesefilmből szokott volna meg. Volt, hogy a piros nevű tehenünk az egész idáig jött, na most mi most már a falunak ahol a nagyszülei laktak, a Deák Ferenc utcához képest, mi a falu pont másik végén vagyunk. De hogy idáig eljött a piros, én meg jöttem utána, és innen hajtottam haza. Amikor jött a nyár, és lejöhettem ide, és elkezdtem peszázni el, szóval mindenem ez volt egy időszakomban, és tényleg nagyon-nagyon szerettem. Szinte a családdal rendszeresen jöttünk ide mindig tavasszal. Aztán meg, amikor már nagyobb gyerekek voltunk, akkor mindig ide kitekertünk biciklivel, és ma meg a fiamat szoktam ide kihozni, kisfiamat is, régészkedünk. Érzem, hogy jó szentelni, de valószínűleg legjobb lenne, ha én itt élnék.